Üdvözlök mindenkit, Kalba Katalina vagyok, az Agrotechnik Traktor Kft. Tartományáról. Mivel itt van most az őszi szezon, felrakunk egy ekét, megmutatom, hogy én hogy szoktam beállítani az eszközt a szántásra. Gyertek velem, nézzétek meg! Ha nagyon egyszerű lesz, szerintem bárki pillanatokat el tudja sajátítani, nem egy nagy ördöngösség. Na, tehát megérkeztünk a traktorral, ugye szeretnénk felvenni az eszközt. Én először mindig ránézek az adott traktorra, hogy a traktornak a függesztés része, ugye az három pontból áll, kategória 1-es kis traktoroknál, hogy milyen pozícióig tudom leengedni. Tapasztalataim alapján a szántásnál az a legjobb, hogyha a legalsó szinten kezeljük a hidraulika karokat. Ugye általában a traktoroknál lehet állítani a mélységet ezeken a pontokon keresztül, ezt most a legalsóba raktuk. Fontos, hogy mind a két oldalon ugyanolyan egyforma ponton legyen csatlakoztatva a három pont, és a harmadik pont ugye ez a orsó, nevezzük orsónak, az is a neve, ezzel fogjuk ide csatlakoztatni az ekéhez. Ugye ezen a traktoron, ezeken a használt japán traktorokon nagyon sokszor megtalálható ez a úgynevezett szintező hidraulika vagy hidraulikusan állítható függesztőkar. Ezen is olyan van, ez nagyban megkönnyíti a dolgunkat, de amin sima manuális, ott van rajta egy tekerő, hasonló, mint ez az orsó, ott is szépen tudjuk állítani majd az ekének a dörésszögét. Tehát most az első feladat, hogy szépen felrakjuk az ekét. Én most nem tolatgatok, hanem egyszerűen fogom, és ezt az ekét nagyon könnyen meg lehet fogni, van egy bizonyos pontja, könnyen kezelhető, én ezt itt megemelem, és egyszerűen odatolom a géphez, és itt nagyon könnyen fel fogom tudni venni. Ugye azt is tudni kell ezekről a kis gépekről, mindegy, hogy milyen gyártmány, a lényeg, hogy lefelé nem nyom a hidraulikájuk, tehát a legalsó ponton, ahogy most áll, ez gyakorlatilag egy szabadúszó pozíció. Fölfelé tudom mindig emelgetni. Úgyhogy ezt most kézzel fogom megtenni. Kihúzom a csapokat. És mindjárt csatlakoztatom a ekét. Nekem még egy apróság van. Én mindig hogyha áttalálok a traktornak, a bal oldalit rakom fel. Ugye az egy fix pont, a másikon pedig tudok állítani könnyedén, hidraulikussal, és azt oda rakom, ahol akarom. Ugye itt most egy teljesen új ekéről van szó, független attól én mindenkinek javaslom, hogy előtte zsírozza be, vagy sprézze be, vagy kinek mi a szimpatikus. Akkor sokkal könnyebben tud dolgozni ezzel. Tehát kettő ponton már csatlakoztunk is. Jön a harmadik. Széttekerem az orsót a megfelelő pozícióra. Arra is nagyon kell figyelni orsóknál, ez minden eszközre vonatkozik, hogy van egy úgynevezett menetes rész, ezt addig lehet tekerni, hogy egy harmad mindenféleképpen maradjon. Ez akkor fogja tudni biztonságosan tartani az adott eszközt. Ha véletlen az nincs meg, akkor ezekből lehet hosszabbat vagy rövidebbet is rakni, különféle méretek állnak rendelkezésre. Na, miután ezt csatlakoztattam, kicsit visszább tekerem. Most még egy nagyon fontos dolog van. Ugye adott egy fogásszélesség, illetve a traktornak a szélessége. Az nagyon fontos. Itt jelen pillanatban egy Magodi 21-25-ös ekéről beszélünk.
Tehát ez annyit jelent, hogy 21 a mélység, 25 a fogászszélesség, összesen 50 centi. Arra kell figyelni, hogy az ekevasnak az óra a traktor belső peremétől körülbelül 25 centire legyen. Tehát akkor tudjuk azt elérni, hogy ha szántunk, akkor gyakorlatilag a szántás elvégzésével, illetve nézzük a borozdákat, akkor teljesen egységes lesz, szinte meg se tudjuk mondani, hogy hány esekével csináltuk. Akkor vagyunk jó beállítva. Tehát most hozok egy mérőszallagot, és kivetítve az ekevasnak a merőlegeset, lemérem a távolságot a traktorkerekétől. Még egy nagyon fontos dolog, hogy a munkagépek felszerelését, illetve lerakását, azt próbáljuk meg mindig vízszintes talajon csinálni, sokkal könnyebben fogunk dolgozni, illetve hogyha nagyon lejtős területen vagy oldaldőlős területen csináljuk ezeket a dolgokat, akkor saját munkánkat fogjuk nagyon megnehezíteni. Úgyhogy én most hoztam egy egyszerű fadarabot, de ezt krétával is ki lehetne vetíteni. Ezt így lerakom az eke órához. Itt most nem kell milliméterre pontosan, de itt körülbelül lemérem a traktor kerekétől. Hát én most itt 24 centit mérek, ez így nagyjából jó. Tehát a következő nagyon fontos része a dolognak, úgynevezett lakatokkal biztosítjuk az alsó függesztő karokat. Ezek szintén állíthatóak. Itt most jól látható, hogy ez nagyon lazán van. Itt én most megpróbálom ezt összehúzni, hogy valamennyire fixáljam az eszköznek az oldalsó kilengését. Tehát miután itt a lakatok nagyjáboli beállítása megtörtént, ez egy nagyon fontos folyamat, akkor felemelem az eszközt, megnézem, hogy körülbelül hogy áll ez. Itt jön az, hogy egy pici mozgás mindig hagyunk benne, ám bár ez egy picit sok, én még egy nagyon picit ezen a lakaton feszítek. Mert ahogy fölemeltem, kicsit elmozdult arra, jól lehet látni, ahogy a lakatokat mozgatom, úgy megy jobbra vagy balra neki, amennyit engedek neki. Most van egy egészséges mozgása. Ugyanis ide természetesen jön a biztosító bele, amivel ha be vagyunk állítva, akkor lefixáljuk. Tehát egy nagyon pici mozgást engedélyezek. Na most keresek egy olyan területet, ahol leimitálom, hogy a traktor, mikor már a borozdában van, ahhoz képest hogy áll az eke. Itt most a telephelyen simán van egy patka, amire ráraktunk még egy feljárót, ez körülbelül ugye ez a 21 centi mélységet fogja illusztrálni nekünk, és akkor nagyon szépen látni fogjuk, hogy az ekének hogy kell állni, amikor bent vagyunk a borozdában. Hogyha elértük a rendes mélységet, akkor körülbelül így fogunk ülni a traktoron. Ahhoz leteszem az ekét, ez jól látszik, hogy nincsen vízszintesen a talajon. Ennél a elektromos állítású szintezőnél nagyon egyszerű dolgom van. Picit húzok rá, beállítom körülbelül vízszintesre, és lerakom. Körülbelül ez így jó is lesz. Még egy apróságot fogok állítani, ugye, és ez nem más, mint a traktornak az orsója. Ugye a harmadik pontnak ez a része. Ez egy nagyon érzékeny pontja az eke beállításnak. Két lakat, ugye, de ez az egyik legérzékenyebb, mert ha most jól megnézzük, leraktuk a vízszintesre ezt az ekét, az ekének az első ekefejnek az ekevasa, az ugye még elemelkedik a talajtól. Ugye ez az fogja eredményezni, hogy az ekénk a hátsó ekevason jár, úgyhogy most erre én még rá fogok állítani egy picit, és ez nagyon könnyedén bele fog kapni a földbe, és utána ez normálisan fog menni. Itt most, ha ugye állítok ezen az orson, lehet látni, ahogy nyitok, gyakorlatilag úgy megy le.
első, ekehasi. Én azt gondolom, hogy most nagyjából ez az eke így jól be van állítva, természetesen kinn a terepen ezen még lehet finomítani. Soha ne az első úgynevezett nyitó borozdát vegyük alapul, hanem a következőt. Az első nyitó borozdánál ott még nem lesz tökéletes a mélységünk, illetve ezeknél a gépeknél azt is lehet, hogyha már valaki kicsit rutinosabb állítani menet közben, de ez így nagyjából jó lesz. És ugye hát még egy nagyon fontos, itt most a bemutató kedvéért nem csináltuk ezt meg, hogy a talajkövető kereket természetesen fel kell húzni a legfelső pozícióba, mert ugye ezzel is tudjuk szabályozni a mélységét. Remélem tetszett a videónk, ha tetszett, akkor kérjük lájkoljátok, osszátok meg, és nézzetek be az Agrotechnik Traktor Kft-hez Tatabányára, többféle ekét forgalmazunk. Jelen pillanatban ezt a Bagodi 21x25-ös hattyúnyakas ekénket mutattuk be, de tudunk mutatni váltaforgatós ekét 2-es, 3-as kivitelben, bármiféle traktorhoz lehet csatlakoztatni. Köszönjük szépen, hogy néztétek, megosztásokat köszönjük, sziasztok!